ha csak egy dolog érdekel. Ha nem beszélsz másról, ha nem is gondolsz másra, csak a motorozásra, akkor eljött a te napod! Ott vagyunk a legnagyobb sárban. A leggyorsabb kanyarban. A legnagyobb ugratónál. Motorsport 1. A magyar motorsport műsora. Ahogy egy kicsit kisüt a nap, azonnal tele lesz a Hungaroring paddockja, ugyanis az első motorsport adásban kapásból a Suzuki GSX-R Klubkupa első futamára látogatunk el, valamint a Supermoto OB szintén első futamára a Tököli reptérre. A Magyar Köztársaság Nemzetközi Supermoto Bajnokság első verseny hétvégéje a Tököli reptéren került megrendezésre. Az egykoron szebb napokat is látott versenysorozatban hazánkat a presztízs kategóriában Kecskeméti Márk és Ónodi Benjamin, az Open kategóriában Bencsik Dániel képviseli. A Tököli pálya betonja két offroad szakasszal kombinált, az első offroad egy szűk, visszafordító utáni kisebb ugratóval, a második offroad egy nagyobb tempós, balos kanyarral. A nemzetközi mezőnyben több olyan neves versenyző található, mint például Dani Müller vagy René Esterbauer. Dani Müller a futam előtti kérdésünkre, hogy mit vár az első futamon, enyhén gúnyos mosolyjal a többiekre gondolva, futam győzelmet remél. Szabad edzése harmadik voltál, időmérőn egy kicsit visszacsúsztál, viszont majdnem 2 másodpercért javítottál. Mit vársz magadtól a versenyen? Benne lenni az első ötben. Tehát nyilván a dobogó lenne az első, meg a legfontosabb, de nagyon kemények a srácok, itt vannak a svájciak, mindenféle bajnokkal futunk össze igazából. Beszéltem a Gyurival, és mondta, hogy egy Európa bajnoki színvonalas verseny van, tehát az első 10 versenyző itt nagyon komolyan űzi ezt a sportágat, úgyhogy kihívás számomra, úgyhogy jól lesz, várom. Elég jól néz ki a motorod, mit kell tudnunk róla? Hát annyit kell tudni, hogy ez egy 450-es SMR, ez egy gyári motor, de van egy-két újítás, meg egy kis fejlesztés rajta. Nagy fék van rajta, akkor van egy kipufogó rendszer csinálva, van egy hengerfej tuning csinálva, 16 colos felni van rajta, úgyhogy egy hátsó villát láttunk, ami egy kicsit merevebb, nagyobb. És ennyi igazából. Még a futómű meg van egy kicsit spékelve, meg van újítva, fel van húzva, úgyhogy az, ami még egy kicsit segítségemre lehet. Meglepetés az, hogy első lettél az Openban az időmérő edzésen? Hát igen, én is meglepődtem a elért eredményemen, rosszabbra számítottam, de nagyon jó érzés magamat az első helyen látni. Mivel készültél télen az első futam előtt? Hát kondícióedzéseim voltak, heti 2-szer futóedzés volt a Normafánál, meg konditeremben volt edzés. Mit vársz magadtól a versenyen, a rajtolás hogy megy? A rajtjaimmal szerencsére nincsen gond. Meg szeretném nyerni mindkét futamot, majd kiderül, hogy lesz. A rajtrácson a Prestige kategória, Kecskeméti Márka 8., Ónodi Benjamin a 10. rajthelyen. A rajt pillanatában az első sor kilő, az első kanyarban Scheiwiller, Dani Müller, Martin Legg a sorrend. A második offroad szakaszon Esterbauer bukik, a 3. helye volt a kvalifikáción. Az első kör végére összeáll a vonat, Scheiwiller az élen, Márk visszacsúszott a 9. helyre. A második körben Márk további 3 helyet veszít, most a 12. Futam egyharmadánál az élen 5 versenyző egy bolyban, teljesen egymás nyakán. Ónodi Benjamin követi a bolyt, stabil előnnyel Szolik Mikel előtt. Márk már 2 helyet visszavett, percek kérdése és Felder is meg lesz. A futam kétharmadánál Scheiwiller és Dani Müller kicsit meglógnak. Rami Nassar elővette a rejtett tartalékokat, a verseny első felében az 5-ös fogat végén, de 5 körrel a vége előtt már a 3. helyen. 4 kör van már csak hátra, a Tami Nassar nagyot robbant, átveszi a vezetést, de nem is akárhogy, kívülről előzi Scheiwillert. Az észt Nassar az élen, Scheiwiller elesik a 2. múrva bevezető szakaszán, 4. helyen tudja folytatni, Reinhard és Dani Müller is kikerüli. A vezető észnek ez nagyon jól jött, 1-2 másodperccel el tud lógni az üldözőktől. Esterbauernek nem elég a baja, még a kipufogóját is elhagyta, be is fejezi a versenyt, a technika nem bírta tovább. Fél kör van hátra, az élen Nassar spórolósan csúszik be a kanyarba, érzi, hogy nem hibázhat. Reinhard kis előnnyel Müller és Scheiwiller előtt, Legg is elfáradt, leszakadt a többiektől. Márk utolérte Benjamint és meg is szeretné előzni, nem sok lehetősége van már. Nassar nyugodtan gurul a célba, Reinhard megverte Müllert, Scheiwiller egyedül érkezik a 4. helyen. Martin Legg az 5., 6. Ónodi Benjamin, 7. Mikael Szolik és 8. Kecskeméti Márk, aki hibázott egyet, ezzel elveszítette 7. pozícióját.
Hát rajta volt némi probléma, rám zártak, úgyhogy igazából a 8. helyről próbáltam elrajtolni, az pont belül van, pont egy balos kanyar van, és utána jön az offroad, és rám csuktak hárman. Úgyhogy volt némi baj, de igazából rajt az első pár méter az jó volt, jól tudtam kiugratni, úgyhogy azzal nem is volt semmi probléma, csak az első, második kanyar offroadon az egy kicsit betett. Utána elkezdtem húzni a gázt, mentem és a többiek után, fel is próbáltam venni a ritmust, úgyhogy igazából nem volt ezzel igazából sok probléma, de odafigyelünk a következő futamba. Az Open futam időmérőjén az egyedüli magyar induló Bencsik Dániel futotta a legjobb időt. 7 tizeddel verte el a másodikat, így minden esélye megvan a futam győzelemre. Daniel rontja a rajtot, el egy kerekezte, a negyediknek fordul Müller, Lindegger és Manuel Herzog mögött. A mosódeszka végén Bosshard és Marek ütköznek, itt bunyó lesz. A harmadik helyről induló Marek ideges a hetedik helyről induló Bosshardra. Marek be is fejezte a futamot az első 200 méteren. Az első offroad szakasz után Herzog, Lindegger, Müller és Bencsik a sorrend. A második murvás szakasz kezdeténél szorosan egymás nyakán az első négy, Dani a boly utolsó tagja. Ismét egy bukás, az észt légszó esik el, kikerülik vagy heten. A második körben a mosódeszkán Dani jól helyezkedik, már a harmadik helyen van. Óriási tempóval nyomul Herzog és Lindegger után a gyors aszfaltos részen. Az első körben bukó légszó nagyon tépi a motort, három kör alatt ötöt előzött. Az élen haladó Lindegger megfutja eközben a leggyorsabb versenykört, 1:35 felett. A negyedik körben Lindegger kis előnyre tesz szert, Herzog nyakán Bencsik, akit ismét feltart a mosódeszka végén. A futam felénél Bencsik Dali szoros a Herzogon, már nézegeti, hogy hol szúrhatna be neki, és megvan, Dani a második helyen. Vadul tempózik Lindegger után, még 7 köre van arra, hogy megfogja. 7 perc és még 2 kör van hátra, amikor Lindegger hibázik, Dani pedig épp leköröz. Már csak 2 kör van hátra, amikor a két murvás szakasz között nagy tempóval érkeznek a jobbos kanyarhoz, füstöl Lindegger hátsó gumija, Dani kicsit csúsztat, pontosan fordul. Az aszfalton gyorsabb, a murván lassabb az elsőnél. Az utolsó körben Bencsik nagyon rossz helyen ér utol egy lekörözöttet, aki feltartja, ezzel biztos Lindegger győzelme. A győztes a svájci nyugodtan gurul a célba, 5 másodperccel a második Bencsik Dani előtt, aki inkább fáradtan, mint boldogan ér a célba, a harmadik Herzog Manuel. A rajtnál egy kicsit bealudtam, az első három versenyzőnek sikerült elfordulni az első kanyarba előttem, és utána az egész futamom arról szólt, hogy megelőzgessem őket, és minden jobb pozíciót érjek el. Ez többé-kevésbé sikerült is. A Prestige kategória második futam rajtjánál Dani Müller robbant egy nagyot, elsőként fordul. Mögötte Scheiwiller, Esterbauer, Reinhardt és Fleck, aki hibázik. A por óriási. A mosódeszka utáni kanyarban Scheiwiller úgy előzi Müllert, hogy taszít rajta egyet. No ebből balhé lesz. Müller emiatt annyira lendületet veszít, hogy Fleck is megelőzi az ugratón. Mark a 8. helyen. Scheiwiller kicsit ellóg a betonos szakaszon. Fleck, Müller, Schruff, Esterbauer, Reinhardt és Nassar a sorrend. Mark pozíciót vesztett ismét, most a 11. helyen jön. A második körben az első boly 8 motorból áll. A második boly harmadik embere Mark. A szűk fordulóban feltartja Ónodi, majdnem beszúr neki a második offroad szakasz elején. Szinte összeér a kerekük. Kívülről próbálkozik Mark, nem sikerül. Belülről próbálkozik, az sem sikerül. A negyedik körben Triebelhorn kiáll a mosódeszka végén, rúgja a váltókart, de ennek a Husqvarnának vége. Eközben az 5. kört kezdi az élboly. A mosódeszkát Scheiwiller, Fleck, Schruff, Nassar, Müller sorban nyomják végig. Nassar ráüvöl Dani Müllerre, aki úgy meglepődik, hogy hátra néz és emiatt 1 méterrel szélesebben veszi a kanyart, Nassar pedig beszúr neki. Közben Mark megérkezett André Kill nyakára, Ónodi Benjamint már megelőzte. 7. kör, Nassar megelőzi Scheiwillert, épp ahogy az első futamban. Amikor az élboly lejön az első offroadról, Mark akkor ér az offroad elejéhez, magányosan megy. Fej-fej mellett az élboly, a tempó óriási. Már csak 2 kör van hátra, Scheiwiller jól tartja magát Nassar mögött. Fleck nyakán Dani Müller szúrogatja a gépet, de nem jön össze az előzés. Nassar ellépett a mezőnytől. Scheiwiller, Fleck, Müller, Schruff, Reinhardt szoros befutóban. Esterbauer lemaradva, Mark egyedül érve a 8. helyen, majd André Kill és Ónodi Benjamin a célban. A második futamba biztonságit mentem, mert akkor a különbség volt már, miután meg tudtam előzni ezt a 3-4 embert, aki előttem volt, hogy értelmetlen láttam abba, hogy elkezdjek most őrültem menni, és jobbnál jobb köröket menni. Mondjuk az első futamba a második legjobb idő volt az enyém, úgyhogy igazából úgy gondolom, hogy nem volt annyira rossz ez a történet, de haladunk előre.